Úrra szó, tisztelt országgyűlés! Az LMP támogatja a ház előtt fekvő javaslatot, mely egy régi, még a schengeni csatlakozás előtti megállapodást pontosít Magyarország és Szlovákia között. A közös államhatáron történő visszafogadásról szóló 2002-es egyezmény módosítása véleményünk szerint összhangban áll azzal, amely az Európai Unió két tagállamától elvárható. Ismét egy olyan helyzettel állunk tehát szemben, ahol, amikor kiderül, hogy több lehetősége is lenne a kormánynak arra, hogy érdemi lépéseket tegyen, ha nem arra fordítaná az energiáit, hogy a magyar emberek félrevezetve olyan veszélyekkel riaggasson, amire a megoldás nem a manipuláció, hanem az okos együttműködés jelenteni. Ezért, miközben ezt az egyezményt az LMP támogatja, arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy amennyiben nem a rövid távú politikai haszonszerzés, nem a napi taktika határozná meg a kormány politikáját, akkor a bevándorlókkal kapcsolatos problémák is érdemben kezelhetőek lennének. Ezúttal sem szeretnénk azt látni, hogy a kormány az indokolatlan keménykedést választja ahelyett, hogy keresni a lehetőségét egy szélesebb, uniós szintű változtatásnak, ami egyszerre szolgálna az egyszerű emberi kötelességünket a segítségre szorulók támogatásával kapcsolatban, ekközben képes lenne a magyar és az uniós érdekek közös képviseletére is. Köszönöm a szót!